Az orosz diplomácia elmúlt hónapjában amit kommunikált, inkább tűnik úgy, hogy nekik nem lenne ellenükre az, hogy a nato ott nyíltan is belerángatnák ebbe a konfliktusba. Nagyjából napi 1 milliárd euróra teszik azt az összeget, amit a háború kitörése óta az EU-s vásárlók olajra, szénre és földgázra költöttek. Oroszországban. Ez elképesztően nagy összeg. Ha azt nézzük, hogy a első nagy szankció, amit ilyen tényleg brutális gazdasági atombombához hasonlítottak, az körülbelül 300-350 milliárd dollárt érinthetett. Tulajdonképpen amit azzal a szankcióval elvett a nyugat, azt apránként naponta nem egészen egy év alatt vissza is adja. Az orosz-ukrán háború most már több mint két hónapja tart, és mivel Folyamatosan rengeteg információ érkezik, de most már inkább néha csak csordogál, ha meg, meg nagy erővel folyik a, a médiába, ezért elég nehéz követni, hogy hogy pontosan mi történik a fronton, meg hol tartanak az események, nem csak Ukrajna keleti részén, meg, meg Ukrajnában, de úgy általában Európában, meg Brüsszelben, meg Moszkvában ezzel az egészen kapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy jó lenne átbeszélni egy kicsit, hogy akkor hol tart most a háború, és hol tart most az ezzel kapcsolatos nemzetközi, az Európai Uniót érintő diplomáciai vita folyam. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, és most itt vagyunk a 444 stúdiójában Király Andrással és Magyari Péterrel. Sziasztok! Szerusztok! Sziasztok! is téged kérnélek meg először, hogy hozz minket képbe, hogy áll most a háború. Ugye most május negyedike van, szerda délelőtt, ez majd később lesz érdekes. Hogyan most a háború? Hogy néz ki ez a két hadsereg, meg ez a konfliktus több mint két hónap után? Eltett két, igen, több mint két hónap, hogy a február 24-én indult el az a háború, amit az oroszok egészen egyértelműen és látványosan villámháborúnak gondoltak. Beküldték előre gyorsan a páncélosokat, most gondoltam vissza, hogy ilyen február 25-26-án Kievből olyan felvételek voltak a Twitteren, hogy orosz tankok jelentek meg a külvárosi lakótelepeken a buszok között, hajtottak át autókon. Ahhoz képest ugye ott tartunk, hogy Kijev környéke az teljesen felszabadult, és a háború az teljesen áttevődött az ország keleti, illetve déli részére. Ez egy az oroszok úgy kommunikálták, hogy a részükre egy stratégiaváltás volt, hogy akkor mégsem akarják elfoglalni Kievet, hanem mindentől az erőiket a keleti frontra, a két szakadár területhez tartozón, általuk tartozónak félt Luhansk és Donetsk megyék egész területének megszállására koncentrálnák. Ez az akciójuk egy, közel fél hónapos, majd, majd, hogy nem három hetes szünet után egy két hete, bő két hete indult meg. Az első érdekes fejlemény az az volt, hogy minden korábban hangoztatott állítással szemben, pedig azt tűnt volna logikusabbnak az első hónap, első másfél hónap fejleményei alapján, nem egy-egy frontos támadást indítottak, hanem megint több fronton, egyrészt Hersonnál és Zaporizsianál Mikolájev és Zaporizsia irányában indítottak egy támadást, másrészt a keleti fronton, a Donetszki határvidéken, illetve ez valószínűleg sokszor el fog hangzani, az Iziumi Zseb. Ez egy Harkivtól olyan 100 kilométerre délre lévő település, amit még az első hónap során sikerült elérniük. Ez egy kiszögelés, ami Harkivtól indult lefelé, aminek az volt a stratégiai célja, hogy bekerültsék hátulról a Donetszki fronton az ukrán erőket. Egy picit csak, hogy ez a Podcast-formátumnak a hátránya, hogy nem lehet mutogatni. Igen. Egy picit, picit le tudod írni, hogy akkor ez az ilyen Herson, meg, meg Harkiv, meg, meg Donetsk-Luhansz, ezek hogy viszonyulnak egymáshoz? Igen. Ukrajna hatalmas, tehát itt tényleg iszonyatos távolságokról beszélünk. Herson volt az első nagyváros, hát most ha úgy veszük, hogy Mariupolt elfoglalták, és azért lényegében úgy vehetjük, hogy elfoglalták, akkor a második legnagyobb ukránváros, amit eddig sikerült megszállniuk, az Herzon a maga háború előtti 300 ezres lakosságával. Ez az Ukrajnát nagyjából két azonos részre választó Nyeper folyónak a torkolat vidékén fekszik. A Krim fölött van Krimtől egy kicsit északnyugatra található, tehát ott, ott, egy kicsit túlnyúltak a, 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 Krim által kijelölt vonalon az oroszok. Az itteni támadási iránynak az, a, az lehet a célja, hogy előbb Mikoláiv, ami szintén egyébként egy folyó torkolatban fekszik, de tengeri kikötő, mert egy nagyon széles delta nem delta, hanem töltsértorkolatú folyó, folyón fekszik Mikoláiv, tehát hogy Mikoláiv volt megszállva, el tudnának indulni Ogyessa felé, ami hát Ukrajna harmadik legnagyobb városa, azt hiszem, 900 ezer körüli lakóval, és egyben a legnagyobb Fekete-tengeri kikötője Ukrajnának hogyha ezt a stratégiai célt teljesíteni tudnák, akkor lényegében elvágnák Ukrajnát a, a tengeri kiárataitól, illetve talán tudnának egy közvetlen folyosót nyitni a Moldova irányába, ahol szintén van orosz értekeltség a Nyesztermenti Köztársaság nevű szakadárterület révén. Ettől egy olyan 3-400 kilométerre keletre van a másik frontvonal, tehát, hogy ez nem, nem, nem egy olyan távolság, amik között könnyen lehet dobálni a csapatokat. Ezért volt érdekes, hogy, hogy mégis két fronton indultak el, tehát ezt ez két teljesen külön támadásként kell értékelni, két teljesen külön logisztikai ellátási láncokat kell kiépíteni hozzá. Lényegében nem, nem tud kommunikáció lenni a két front között. Ez a keleti front ez is egy borzalmasan hosszan elnyúló ö, szakasz. Ez az Azovi tenger partvidékétől egészen felmegy Harkivig. Ez megint úgy olyan 250-300 km észak-dél irányba ez a front. Ráadásul nem egy egyenes vonalban van, itt mutogatok közben értelmetlenül, hanem egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen sarló formát ír le és ebben a sarló formában nyúlik ki egy ilyen 100 kilométeres kiszögelés az iziumi zseb. Ezt Iziumnál nagyjából a, a, háború kezdete óta az egyik legfontosabb ütközete zajlik ennek az egész háborúnak. Ott Iziumnál sikerült a, az ukránoknak megtámasztani a frontot, hogy ezt a szakifejezést használjam. Tehát itt, itt uh, tudták megállítani az orosz előretörést, és ezen a front szakaszon lényegében március eleje óta próbálkozik áttöréssel az orosz hadsereg, ami nem nagyon megy neki. Ez uh, ennek vannak érthető okai, tehát egy ilyen 100 kilométeres nyúlványba bejuttatni az utánpótlást, aztán különösen nehéz, főleg úgy, hogy a, hogy a, a jelen időjárási körülmények között nagyjából csak a főútvonalakat lehet erre használni. Nagyon mm, csapadékos a április-május Ukrajnában, szépen el vannak ázva a földek, nem nagyon lehet rájuk menni se teherautókkal, se páncélosokkal. Tehát nagyon be vannak szorulva egy darab főútra az oroszok az utánpótlással, és ezt a főutat az ukrán erők, ahogy egyébként azt tették ostrománál, hát zaklatják a, az ott érkező utánpótlást, ami, aminek a védelme is erőket köt le orosz részről, tehát nem tudnak olyan erőket koncentrálni oda. Két hete viszont megindították a úgymond a nagy keleti offenzívájukat, aminek viszont egyelőre nem mutatkoznak sikerei. Ennek két oka lehet. Tehát vegyük azt, hogyha optimista orosz felfogást nézünk, hogy tanultak az első roham hibáiból, nem megindulnak agyatlanul, és majd ettől megijednek az ukránok, és eldobálják a fegyvereiket. a nép pedig zászló fogadja a felszabadító orosz erőket, hanem masszív tüzérségi erőkészítés, folyamatosan rakétázzák nem csak magukat a frontban álló csapatokat, hanem messze mélyen az utánpótlási vonalakat is, egyfajta ilyen anyagháborúvá alakítva a harcokat. Most először talán vasárnap vagy hétfőn az ukrán vezetés részéről elhangzott az, hogy nagyon komolyak a veszteségeik a keleti hadszintéren. Ugye ez a háború egyik sajátossága, hogy nyilván az oroszok sem közölnek veszteségadatokat, az ukránok viszont lelkesen közlik az orosz veszteségadatokat, amiknek a megbízhatósága persze kétséges, de ezekről a veszteségadatokról azért a nyugati hírszerzések is szoktak. Az ukránnál visszafogottabb becsléseket adni, de mindenképpen már ilyen 15 ezer körül orosz halottról szólnak a hírek, az ukránok szerint ez már 23 ezeret is meghaladja. Nyilvánvaló, hogy az ukránok veszteségei közelíthetik ezeket főleg ezen a keleti fronton azért uh, egy foly folyamatos tüzérségi támadás, az meg tudja tizedelni a csapatokat, de ennek ellenére is tartani tudják a frontvonalat, aminek részben oka lehet az is, hogy ilyen nagy veszteségeket szenvedtek az oroszok. Az NPR-nak a műsorában nyilatkozott tegnap az amerikai Naval College egyik elemzője, aki azt a tézisét fejtette ki, hogy ez az utolsó orosz támadás a háborúban és ezt arra alapozta, hogy akkora veszteségei vannak az oroszoknak, hogy még egy támadásra már nem tudnak kellő erőt összeszedni. Hogyha itt most nem törnek át, akkor egy végleges helyzet alakul ki. Tehát ez meg a másik olvasata annak, ami történik, hogy egyszerűen már most sincs elég erejük ahhoz, hogy áttörjék ezt a keleti frontot. Ennek megint csak két következménye lehet. Az egyik, hogy átalakul ténylegesen egy anyagháborúvá a háború. Bocsánat, az mit, mit jelent? A másodszorra hangzik el, úgyhogy lehet, hogy akkor... Igen, elmondani. igen, 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 Az anyagháború az, hogy Ugye folyamatosak a veszteségek technikában is, fogynak a tankok, fogy, fogy, a tüzérség, és ezt pótolni kell. És innentől az, az az fél van előnyben, aki nagyobb tempóban, gyorsabban tudja pótolni a kieső, kieső technikát és itt szerintem megint volt egy számítási hibája az oroszoknak, akik amikor nekindultak a háborúnak, azt gondolták, hogy Ukrajnával fognak háborúzni, miközben pont egy ilyen anyagháborúban Ukrajna egy nagyon jelentős segítséget kapott a nyugattól, olyan tempóban áramlanak be a fegyverek, a hadi anyag, hogy hogy az orosz iparnak lényegében az amerikai hadiparral, meg a nyugat-európai hadiparral kéne versenyeznie, és ez nem tűnik egy nyerhető pozíciónak. Amiben az oroszoknak előnye lehet, hogy egy anyagháborúban ugye a, a, a katonák szeretnek ilyen szemételeníteni, és ugye emberanyagról is beszélnek, tehát katonák is halnak meg, és ezt a veszteséget is pótolni kell, és ebben nyilvánvalóan elméletileg papíron az oroszoknak sokkal nagyobb tartalékaik vannak. De itt is vannak nehézségek. Az orosz tartalékos rendszer az hát leginkább nem létezőként lehet leírni. Egy kimondottan jó elemzést olvastam, de most meg nem mondom hol, abban azt írták, hogy 2018-ig még nyilván tartása volt Oroszországban arról, hogy mi van azokkal, akik valaha szolgáltak a hadseregükben. Nem, hogy mozgósítani tudnák őket, hanem semmilyen tudásuk nincs róla. Uh, Ukrajna ugye egy jóval kisebb népességű ország, viszont 2014 óta háborúban áll. A ország hatköteles lakosságának egy nagyon nagy százaléka megjárta a frontot az elmúlt nyolc évben, és nekik viszont van uh, működő tartalékos rendszerük. 900 ezer mozgósítható tartalékosuk volt a háború előtt, tehát még abba sem vagyok biztos, hogy, hogy, hogy ebben az ember, ember veszteség témában ők, ők feltétlenül rosszabbul állhatnak az oroszoknál. Ha pedig átalakul egy ilyen anyagháborúvá, akkor abból az is következhet, hogy lényegében, és ezt a Naval College elemzője fogalmazta meg, hogy lényegében most már inkább az ukránokon múlik, hogy meddig tarthat ez a háború az nem nagyon látszik, hogy az oroszok képesek áttörni, esetleg beáshatják magukat a mostani frontvonalakon. Az ugye egy nagy kérdés, hogy ezt mennyiben lehet eladni akármennyire sikerként. Még a minimális célt sem érik el, nem szabadítják fel se Donetsk, se Luhansk megyéket. És innentől az a kérdés, hogy az ukránok mit akarnak kiszorítani az oroszokat azokról a területekről, amiket most megszereztek, vagy megpihenni ebben a pad helyzetben. Az orosz utánpótlás kérdése kapcsán felmerült, a Gazda Albert kollégánk írta arról egy cikket, hogy ugye ez egy ilyen fura háború, hogy Oroszország hivatalosan ugye ezt nem kezeli egy háborúként, és ugye nincs is hadi állapot Oroszországban de júre. És hogy felmerült, hogy előállhat egy olyan lehetőség, hogy a Putyin azt gondolja, hogy jó, akkor ezt így rib ezt a dolgot, és akkor háborús helyzetet hirdet, ami mozgósítási szempontból valami változást jelent. Ez mennyire változtatna ezen a, ezen a helyzeten, amit, amit leírtál, illetve mennyire valószínű ez szerinted? Azt gondolom, hogy ez inkább csak ilyen izé, kozmetikai festés lenne. Nem gondolom, hogy az oroszok ne próbáltak volna eddig is mindent bevetni. Tehát nem hiszem, hogy a nagy veszteségeket szenvedő a lakulataikat ne próbálták volna feltölteni arra alkalmas katonákkal, és ehhez képes tartanak itt. Az, hogyha most elrendelnek egy általános mozgósítást, az azt jelenti, hogy be tudnak hozni egy csomó kiképzetlen fiatalt, akiket ugye eddig a Putyin hivatalosan nem is akarta, hogy bevessenek e, sorkatonákat ugye ez már nem a nagyapáink hadserege, tehát itt nem az, hogy egy három hetes alapkiképzés után bedobunk téged a fronton, és harcoljál, akkor, akkor tényleg legfeljebb hősi halottnak vagy alkalmas. Összetett, nagy koordinációt igénylő taktikai feladatokat ellátni képes katonákra van szükség, akiknek képesnek kell lenniük kezelni ezeket a bonyolult fegyverrendszereket. Tehát egy egy tank személyzete is három fő, annak a kiképzése azért így alsó hangon egy év. Nem lehet egyszerűen csak az utcáról behívott embereket beültetni, tehát ez, ez, ez inkább egy ilyen hangulatfokozásra lehet csak alkalmas, de nem hiszem, hogy nagyban befolyásolni tudná a, a harcoló alakulatok minőségét. Igen, ez a, ez a kulcs szó. De akkor most ez alapján, amit elmondtál, egy olyan forgatókönyv látszik reálisnak, hogy akkor most lényegében ott leáll, vagy hát befagynak a frontok Kelet-Ukrajnában, és akkor mindkét, mindkét, hadsereg, amikor sikerül kiképezni a megfelelő mennyiségű embert, meg legyártani a megfelelő mennyiségű fegyvert, akkor ezt így elviszik a frontra, egymásra dobálják, és aztán pedig kezdedik az egész előről. Egy kivétellel, hogy az ukránok most olyan képességeket kapnak, ez is egy katonai kifejezés arra, hogy milyen típusú fegyvereket szereznek, folyamatosan kapnak nagy, nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközöket, nyilvánvalóan kapni fognak páncélosokat, ezt is tudjuk már, hogy adtak is át már nekik. Tehát az a Képesség, ami eddig hiányzott az ukrán hadseregből. Tehát az ukrán hadsereg eddig nagyjából arra volt alkalmas, hogy megtámasszon egy frontot, kapták a Javelin páncéltörő rakétákat, meg a különböző egyéb páncéltörő rendszereket, meg a váról indítható légvédelmi rakétákat, amivel meg lehetett fogni egy támadást. Indítani viszont nem lehetett. Most kapnak olyan képességeket, hatalmas mennyiségben, ugye csak az amerikaiaktól kaptak egy háromnegyed dandár, önálló dandár kialakítására alkalmas tüzérséget, amik, olyan tüzérség, amivel 40 kilométerre lehet lőni. Tehát megkapták azokat a fegyvereket, amivel egyrészt akár Oroszországon belül is képesek támadni az orosz utánpótlást másrészt meg elő tudnak készíteni saját támadó műveleteket, tehát ők is meg tudják szórni rendesen az orosz frontot, hogy azon áttörve bekerítsenek orosz alakulatokat, azokat felmorzsolják. Harmadrészt, hogy az ukránok a háborúban nyújtott eddigi teljesítményük alapján képzettebbek harcászatban az oroszoknál, Inkább kinézem az ukránokból, hogy okosabb taktikával állnának neki a, a saját országuk visszafoglalásának, mint amilyennel az oroszok megszállni próbálták. És akkor az a, az a nem kimondott, de de sejtett cél, amit te már te is említettél, hogy, hogy az orosz hadsereg leválassza ezt a déli-keleti karét Ukrajnáról, hogy, hogy az orosz határtól ott a tengerpartokon át egészen Moldováig ezt az ilyen Novorosszia nevű... Az teljesen, teljesen elérhetetlennek tűnik. Szerintem most ami a maximálisan elérhető az oroszoknak, hogy, hogy megpróbálják megtartani a, déli, a már megszállt déli területeket, és fenntartani a szárazföldi kapcsolatot a krimmel. Ez lehet a maximális céljuk. Pillanatra visszakanyarodnék, ugye az ukránok előnye. Ez Az ukránok előnye még az is, hogy ők motiváltak szemben az oroszokkal. Tehát az nagyon látszik, hogy a, az orosz frontban harcoló orosz katonák motivációját erősen roncsolta az, hogy egy villámháborúnak indult akció helyett már mit tudom én, 80 napja folyamatosan lövik őket. Az ukránokat viszont természetesen motiválja az, hogy visszaszerezni az országukat. Most ez a kérdés. A, hogy ebből vissza tudnak-e venni az ukránok? Tehát el tudnak-e fogadni egy olyan helyzetet? Most abban gondolkozom, hogy mi lehet ugye egy, egy kiút a, 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 háborúból, mi lehet egy exit Vladimir Putyinnak, aki azt nyilván nem fogadná el, hogyha, hogyha, lényegében katasztrofális vereséget szenvedne az orosz hadsereg, és az ukránok visszafoglalnának mindent, amit, amit az oroszoknak sikerült eddig megszállniuk. De hogy vajon a Ukrajna elfogadhat-e egy ilyen helyzetet? Van-e olyan hangulat az országban, ahol, ahol már március közepetáján a felmérések szerint a népesség többsége azon a véleményem volt, hogy meg fogják nyerni a háborút? Hogy mi az, ami Ukrajna számára még győzelemként fogható fel, de Oroszországnak talán már nem egy katasztrofális vereség, és ezt mondjuk nem egészen látom, de ezt a háború kezdete óta nem látom, hogy hol van az oroszoknak egy exit pontja. Hát igen, és ugye abról lehetett mostanában olvasni, hogy ugye jön május 9-e, ami a nagy háborús győzelmi ünnepség, vagy ünnep Oroszországban, ugye amikor ők akkor ünneplik, hogy megnyerte a szovjet hadsereg a második világháborút, és hogy akkor valamit el akartak addig érni, ami valószínűleg nem sikerült, de nem tudom, hogy ez... Hát lényegében semmit nem haladtak április eleje óta. Igen. Mariupol, Mariupol az egyetlen, amit győzelemként lehet eladni, és ugye itt is azt mondom, hogy én inkább beszélek úgy Mariupolról, hogy azt az oroszok elfoglalták, de közben meg még mindig nem. Igen. Tehát nem ellenőrzik teljesen Mariupolt. Még mindig le vannak kötve orosz csapatok Mariupolban. Még egy dolog, ami mostanában felmerült, és orosz vezetés elkeseredettségről is egy kicsit szól, hogy nyugaton egyre többet beszéltek arról, hogy mi van, hogyha a putyinék nagy elkeseredettségükben ledobnak egy taktikai atomfegyvert Ukrajnába. Ezt tényleg, hogy még mindig elképzelhetetlennek tartom. Tehát főleg azért, mert én is szoktam használni a taktikai atomfegyver kifejezést, és való igaz, hogy hogy ez egy érdekes határvonal, mert kilótonnákról és egyebekről kéne beszélgetnünk meg, hogy mekkora, mekkora hatósugárban pusztít egy fegyver, de valójában a taktikai jellegét egy atomfegyvernek a használata határozza meg. Taktikainak azt az atomfegyvert nevezzük, amivel egy harcászati célt akarunk elérni, tehát mondjuk megindul egy páncélos roham a frontunk ellen, és arra ledobunk egy atomot, hogy az, az megsemmisítsünk ezer tankot, akkor az egy taktikai atomfegyver volt. Ukrajnában, ahol lakott környezetekben zajlanak a harcok, nem igazán beszéltünk taktikai használatáról egy atomfegyvernek. Nem egy harcászati cél elérésére dobnák be, hanem lényegében egy stratégiai cél érdekében. Azért, hogy megfélemlítsék teljesen a, a, az ukrán népességet, hogy lám milyen ennyire űrültek vagyunk, hogy még akár az atomot is rátok dobjuk. Most aztán adjátok meg magatokat. Az, hogy beláthatatlanok a következményei. Beláthatatlan, hogy erre mit reagál a nyugat, mert valamit reagálni kell. Tehát ez, egy, ez tényleg egy olyan vörös vonal az atomfegyver bevetése, főleg egy ilyen területen, ahol egészen nyilvánvalóan polgári áldozatokkal járna egy atomfegyverbevetése, ha csak nem úgy vetnék be az atomfegyvert, hogy a magas légkörbe robbantják föl, vagy a tenger fölé lövik, ki, és ott robbantják föl demonstratívan, hogy lám, nekünk ilyenünk is van. Ugye ez az a két lehetőség, ami adott esetben még... még Adná egy mérlegelési lehetőséget a, a, a nyugati szövetségeseknek arra, hogy, hogy a válaszuk az visszafogott legyen, és mondjuk a arányosság az ne abban nyilvánuljon meg, hogy akkor ők is felrobbantanak egy atomot bárhol, mondjuk az -ja fölött. Azt elképzelhetőbbnek tartom, hogy mondjuk vegyi vagy biológiai fegyvert vessenek be az oroszok, mint hogy atomfegyvert. Az, az, az valahogy valahogy még nem, nem sikerült fejben végig, végig gondolnom, hogy hogy milyen logika állhatna a mögött, hogy bedobják a, az atomot, azzal azért nyilván tisztában kell legyenek, hogy az, az egy olyan lépés, amit nem lehet válasz nélkül hagyni. Egy dolog, ami meg én hoznék be, szintén a már többször idézett Navalnyi szakértő elemzésében vetődött fel, hogy amit ő lehetségesnek tart, hogy Putyin megpróbálja a NATO-t nyíltabban is belerángatni a, a konfliktusba, ami alatt ő nem azt értette, hogy mondjuk lerohanja a balti államokat is, hanem kilőnek egy észkandár rakétát, lengyel területen lévő összegyűjtött hadi anyagra. Azzal, hogy ez Ukrajnának szánt fegyver, és mi azt már megmondtuk, hogy azt legitim célpontnak jelöljük. Ami ugye megint csak egy olyan támadás, ami alkalmas arra, hogy Lengyelország az ötödik cikkel szerinti védelmet kérjen, mert mégiscsak a területét érné egy orosz támadás, és ezzel a NATO nyíltan is bele lenne rángatva a konfliktusba, és ez ugye hogy mondjam, az orosz, orosz diplomácia elmúlt hónapjában amit kommunikált, inkább tűnik úgy, hogy nekik nem lenne ellenükre az, hogyha a nato nyíltan is belerángatnák ebbe a konfliktusba. De, de miért? Mármint, hogy nekem ez alapján, ami így történt így általában ez a háború, hogy azt mondta el, hogy az orosz hadsereg lényegében azért sokkal egy, egy, gyengébb és szervezetlenebb dolog, mint aminek ők a mellüket verve eddig állították. Miért érdeke egy most már teljesen nyilvánvalóan sokkal erősebb ellenfelet még belerengetni a háborúba? Azért, mert, és ez egy jó kérdés, mert tényleg logikátlannak tűnik, de egy NATO-val zajló konfliktus az Hát nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan forgatókönyv van, amiben szerintem egy NATO-orosz háború a hagyományos fegyverekre tudna csak korlátozódni. Azt pedig az oroszok gondolhatják azt, hogy a NATO egy ilyen veszély miatt még nem fog akarni belemenni egy nyílt konfliktusba, annak ellenére sem, hogyha konkrét támadás éri egy, az egyik tagállamokat és talán azt remélhetnék egy ilyen lépéstől, hogy onnantól nem Ukrajna és Oroszország tárgyalnak, hanem Oroszország és a NATO tárgyal, és a NATO, hogy mondjam, a NATO érdekei azok nem feltétlenül azonosak az ukránok érdekeivel. Onnantól kezdve Ukrajnát rá lehetne kényszeríteni arra, hogy már pedig te most belenyugszol abba, hogy van egy krimi szárazföldi kapcsolat, hogy Donetsk és Luhansk elveszett, akár ebbe a padhelyzetbe is, és onnantól mondjuk még Putyinnak is nyílhatna első egy némi meldöngetésre, hogy lám megfutamította a nato -t. A NATO nem mert háborúba bocsátkozni Oroszországgal. Ez nagyon érdekes. Még egy utolsó kérdés így erről a részéről a háborúnak, hogy korábban beszélgetünk, és akkor, akkor te kifejtetted a elméletedet, hogy a ennek a háborúnak a, a, az igazi és, és és egyértelmű nyertese egyelőre legalábbis az, az nem is Ukrajna, meg nem is Oroszország, hanem az Egyesült Államok. Hogy ezt egy kicsit. Igen. Ezt a gondolatot egy kicsit zárójelbe tenni az, hogyha kitörne egy nyílt amerikai, vagy egy NATO-orosz konfliktus, illetve átértelmezné, de a jelen helyzetben, tehát hogyha nem számolunk azzal, hogy az oroszok kilőnek egy rakétát Lengyelországra, akkor Abból indultam ki, az USA győzelmét hirdetve, hogy lényegében az elmúlt két és fél hónapban kiderült az orosz hadseregről, hogy az egy papírtigris, hogy közvetve kiderült az, hogy mennyire erős az amerikai hadsereg. Ugye az orosz hadsereget a világ második legerősebb hadseregeként tartjuk nyilván, és hát ehhez képest azt látjuk, hogy még egy. Ukrajnát sem képes lerohanni, és nem képes összetett légiműveleteket műveleteket végrehajtani, nem képes egy stratégiai bombázást végrehajtani. A csapatai harcászatilag alkalmatlanok, a felszerelése gyenge. Szóval ez a, az USA erejét megsokszorozta, mert azt, hogy látjuk, hogy ehhez képes, mire képes az amerikai hadsereg. Lényegében két hónap alatt kvázi lefegyverezték Oroszországot, tehát euh, még mindig lövöldözik a kis hatótávolságu rakétáikat, de azért olyan nagyon sok már nem lehet készleten ezekből. Az utánpótlásukat teljesen lehetetleníti az, hogy, hogy Tajvan nem szállít csipeket, amik nélkül borzasztó nehéz gyártani modern fegyvereket, modern rakétákat. Belelettek kényszerítve az oroszok egy fegyverkezési versenybe, hiszen ezt mégiscsak pótolni kell ezeket a, a, a veszteségeket, és ezt a fegyverkezési versenyt úgy kell majd lebonyolítaniuk, hogy közben bénító gazdasági szankciók sújtják az országot, még hogyha olajból és gázból vannak és lesznek is bevételeik, most függetlenül attól, hogy Európa léptette szankciókat életbe, vagy sem, azért a gázukra és az olajukra lesz vevő a világban. De bukni fogják a gazdasági növekedést. Kicsit előállt az a helyzet, amivel, ha nem is rövid távon, de hosszú távon a Szovjetuniót sikerült bedönteni a hidegháború során. Hogy, hogy rá vannak kényszerítve arra, hogy korlátozott erőforrásaikat a, a hadseregük újjáépítésére kelljen fordítani, miközben a Elmúlt tíz évben azért törékenynek mutatkozó Nyugati Szövetség az teljesen összezárt. A NATO erősebb, szerintem, mint valaha volt a története során, plusz bővülni is fog. Olyan tagokkal fog bővülni, akik stratégiai szempontból is nagyon fontos helyén vannak a világnak. Hát lényegében meg fog duplázódni a NATO-orosz határ, hogyha Finnország belép. Ráadásul két igen ütőképes hadsereggel bővülnek. Ukrajna, ami, hogyha tippen nem kell, soha az életben nem lesz a NATO tagja, de lényegében egy NATO haderővé sikerült alakítani azzal, amilyen fegyvereket szállítanak nekik, ha úgy veszük, akkor lényegében a légierejüket leszámítva már NATO-kompatibilis hadereje van az ukránoknak, és az a tippem, hogy egyébként a légierejük is hamarosan az lesz, tehát akár véget ér a háború, akár nem, hamarosan amerikai vadászgépek fognak repkedni az ukrán légierőben. Gazdaságilag ez rendkívül kifizetődő az USA-nak, mert mégiscsak a fegyverek nagy része, ami bekerül Ukrajnába, azt az amerikai hadipar állítja elő, ezt, hogyha most még amerikai raktárokból is szállították, hadsereg raktáraiból szállították, ezt pótolni kell. Ilyen szempontból értettem úgy, hogy, hogy az Egyesült Államok már megnyerte ezt a háborút. Jó, hogy említetted az olaj és gáz embargót meg a szankciókat, mert ez lenne a következő ilyen nagyobb téma, amiről beszélni akarnánk, hogy így az Európai Unióban most nagyon komoly tárgyalások vannak erről a témáról, Péter, kérlek egy kicsit elmondott, hogy, hogy most mi, mi zajlik Brüsszelben ezzel kapcsolatban? A legfontosabb aktualitás, ugye május 4-e van szerda délelőtt, hogy ma reggel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a parlamentben tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy a bizottság azt javasolja, hogy teljes körű szankciót vessenek ki Oroszországra az olajipari termékek tekintetében. Ez egy régi követelése egyébként a parlamentnek. Érdekesség és lábjegyzet, hogy olyan pártok is megszavazták, amelyeknek otthon a kormányuk nem akarta ezeket a szankciókat eddig. Ilyen párt például a Fidesz, aminek a képviselő is szintén megszavazták a ezt szorgalmazó felhívást. Tehát ez a legújabb, hogy ezt megígérte von der Leyen, ugyanakkor ö, hosszú, több hónapos határidőkről beszélt, illetve diplomáciai forrásokból kiszivárogtak olyan hírek, hogy lehetnek kivételek, lehetnek kedvezményezettek, és ezek között az egyik kedvezményezett kivételezett éppen Magyarország lehet. De nézzük most egy. Kicsit tágabban azért ezt az egész szankciós politikát. Egyrészt az Európai Unió sokkal keményebb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, mint amire felteltően Oroszország számított a 2014-es tapasztalatok alapján. 2014-ben a Krím megszállása, majd utána a, a kelet-ukrajnai szakadár népköztársaságok támogatása nyomán alig-alig lépett fel az Európai Unió, az Egyesült Államok akkori kormánya hiába sürgetett nagyobb keménységet. És igazából az Európai Unió az, amelyik igazán ö, gazdaságilag kár tud okozni Oroszországnak, mert a kereskedelmi kapcsolatok itt vannak. Tehát keményet és sokat lépett az Európai Unió, de az igazán fájdalmas, hatalmas ütést, ami már ö, rövidebb távon is nagyon komoly károkat tudna okozni az orosz gazdaságnak, azt nem vitte be. Ez azt jelenti, hogy az eddig meghozott szankciók azok érdemben rontják az életszínvonalat Oroszországban, az orosz átlagpolgároknak kifejezetten vannak, lehetnek ennek nyomán kellemetlen élményeik nehézségeik nem férnek hozzá olyan termékekhez, amik ez eddig automatikusan hozzáfértek, nem tudnak utazni, az elit tagjainak egy részének a vagyonát. Befagyasztották, elkobozták, a kisvállalkozások import-export tevékenysége megnehezedett, gyárak álltak le, de ez még nem roppantja össze Oroszországot. Azért nem, mert Oroszország legfontosabb terméke az energia. És ennek a legfontosabb bevője Európa. Alapvetően a földgáz és az olaj, a két ilyen nagyon fontos termék, illetve a szén, és abban is nagy exportáló ország Oroszország. Az Európai Unió ebben a tekintetben nagyon lassan és nehézkesen lépett. Az április elején eldőlt, hogy ha jól emlékszem, augusztustól a szénimportot azt leállítja az EU. De ez a legkisebb tétel a három nagy energetikai termékből. A gáz az egy külön történet, ha lesz időnkre térjünk rá. Az EU igazából itt korlátozást vagy szankciót nem vezetett be, de áttételesen. Már közreműködött abban, hogy itt is zavarok legyenek a kereskedelemben. És az olaj az, ami most napi renden van, és itt nagyon úgy néz ki, hogy ha a miniszterelnökök a május 30-31-i csúcson, vagy esetleg alsóbb szinten a külügyminiszterek addig valamikor megszavazzák a bizottsági javaslatot, akkor hat hónap múlva állhat le teljesen a nyersolaj importja az EU felé, és kilenc hónap múlva a feldolgozott termékeké, elsősorban a dízel az, ami izgalmas, mert uh, dízelellátásban lehetnek itt a legkomolyabb zavarok a EU területén. A mai bizottsági olajjavaslat az azt mondja, hogy mindenféle uh, olajkereskedelmet szankciózni akarna a bizottság, vagy ezt javasolja a tanácsnak és a parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy a tengeren behozott és vezetéken behozott olajra is szankciót vetnének ki. Közben azonban a tanács oldaláról, tehát azból az intézményből, ahol az EU-s tagállamok kormányai vesznek részt, napok óta az szivárog névtelen diplomaták határozott állításai alapján, hogy legalább Magyarország és Szlovákia a vezetékes ellátásban türelmi időt kapna, vagyis lehet, hogy csak 2023 elejétől, vagy amint még kialkud magának ez a két kormány, addig kitolódik a többi ország szankciójához képest a kereskedelmi lehetőség. És még egy mondat, hogy miért ennyire fontos az energia. Különböző számítások vannak arra, hogy az EU mennyit költ erre, de nagyjából napi 1 milliárd euróra teszik azt az összeget, amit a háború kitörése óta az EU-s vásárlók olajra, szénre és földgázra költöttek Oroszországban. Ez elképesztően nagy összeg. Ha azt nézzük, hogy a első nagy szankció, amit ilyen tényleg brutális, gazdasági atombombához hasonlítottak, az ugye az orosz jegybank nyugaton lévő tartalékainak a befagyasztása volt, az körülbelül 300-350 milliárd dollárt érinthetett. Nem lehet egy az egybe átváltani a dollárt az euróval, de nagyságrendileg, ha ekkora nagyságrendekről beszélünk, akkor szinte lehet. Tehát ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen, amit azzal a szankcióval elvett a nyugat, azt apránként, naponta, nem egészen egy év alatt vissza is adja. De azt jól gondolom, hogy ebből, a, ebből az összegből a, az olaj az mondjuk így a második legnagyobb tétel, és a gáz a, a legnagyobb. Vagy ez hogy aránylik nagyjából? Összességében, ugye itt nagyon nehéz beszélni, mert naponta mozgó árakról beszélünk, meg olyan hosszú távú szerződésekről is beszélünk, amiknek az árai azok hónapok után látszódnak egyértelműen. Valójában, ha azt nézzük, akkor az orosz bevét, állam bevételei azok ö, olajban magasabbak, mint a földgáz esetén. Van viszont néhány fontos körülmény. Egyrészt ugye olajat az több helyre lehet eladni, tehát ott nem az EU a egyedüli nagyon nagy vásárló. Például India egy nagy vásárlója az orosz olajnak, és az indiai kormány egyenlőre nem is akar csatlakozni semmilyen szankcióhoz. Ez felértékeli az európai gázszankció jelentőségét. A másik az, hogy olajat azért több többféle vállalkozás is exportál Oroszországból, tehát ott Erős az állam szerepe ugyan, de ott sokkal hangsúlyosabban vannak jelen magánvállalatok, mint a gáz esetében, ahol a Gazprom nemzetközi piacra szinte az egyedüli nagy kereskedő, és a Gazprom egy teljesen, nem teljesen, de szinte teljesen állami cég. Tehát emiatt a költségvetési oldalt érintő bevétel érzékenyebb a gáz esetében. Konkrétan pénzösszegben olajból nagyobb a bevétele Oroszországnak, mint gázból, de az Európai Unió a gázon keresztül sokkal brutálisabb csapást tudna mérni Oroszországra, mert az orosz gáznak lényegében az egyetlen vevője az EU és annak is a keleti felén lévő tagállamok. De ezt képest ugye a gázembargó az, 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 ahogy mondtad, így fel sem merült, és ugye ezzel kapcsolatban Németországra mutogattak leginkább, mondjuk Magyarország után, vagy legalábbis az elmúlt napokban, én az ilyen nyugati sajtóban egyre többször láttam megjelenni Magyarország nevét is, mint amilyen ilyen óriási akadálya ezeknek a szankcióknak, és erről majd beszélünk még mindjárt. De ugye ilyen németekről volt az, hogy rájuk mutogatott mindenki, hogy, hogy ők azok, akik nem hajlandóak, hogy mondjam, leállni az orosz gázfüggőséggel, az olajban viszont egyre inkább puhulni látszanak. Ugye most a, a német gazdasági miniszter Robert Habeck mondatta hogy, hogy talán az év végére ők lényegében le tudnának állni a, a, az orosz olajról. Ez mekkora a változás a német attitűdben, meg ez, hogy, hogy lehet ezt értelmezni? Németország a háború kitörése előtt már azzal hívta fel magára a figyelmet a nyugati katonai-gazdasági koalíción belül, a német kormány mindig arról beszélt, hogy mi az, amit nem lehet megtenni a szankciós politikában. Ugye a háború előtt arról volt a legtöbb szó, hogy az Északi Áramlat kettő engedélyezési folyamatát le lehet állítani, meg a SWIFT rendszerről az orosz bankokat le lehet -e kapcsolni, és a német kormány végig azt mondta, hogy na, azért ezzel ne fenyegessük az oroszokat. Ez, ezt azért sosem mondtak nagyon egyértelmű nemet, de még puha igen, azt meg nem. Ehhez képest a háború kitörése után nagyon gyorsan leállították az Északi Áramlat 2 engedélyezését, és több fontos orosz állami bank esetén hozzájárultak a SWIFT kapcsolat elvágásához. Aztán jött a következő kör, energetikai szankciók, illetve fegyverek küldése. Mind a kettőre azt mondták a németek, hogy na, ezt nem. Ezt nem bírjuk ki. Az egyiket történelmi elvi okokból, meg nincs is a német hadseregnek felesleges ö, fegyver, amit oda tudna adni. A energetikát pedig azért, ugyanazért, amit érte egyébként a magyar kormány, is mondaná, hogy nagyobb lenne az otthon elszenvedett vesztesség, mint ami Oroszországnak okozott fájdalom, és ezt nem vállalná Németország. Aztán szép lassan, szép lassan egyre több minden beegyeztek bele. Úgy a fegyver szállítás esetén is, bár ott még mindig nem világos, hogy végső soron mennyire mennek el, milyen messzire, de energetika esetén is beleegyeztek április elején a szénszankciókba. Most beleegyeztek úgy tűnik az olaj szankcióba, bár azt is hónapokkal kitolva. Nem kizárt, hogy előbb-utóbb valamilyen szinten a gáz is bele fognak egyezni. Biztos, hogy kéretik magukat, és biztos, hogy időt akarnak nyerni, hogy minél inkább felkészülhessenek erre a helyzetre. Feltöltsék a tárolói kapacitásaikat, új szerződéseket közt, köthessenek beszállítókkal. Olaj esetében egyébként kevésbé kiszolgáltatottak, mint gáz esetében. Igazából az egykori NDK területe az, aminek a benzinkutyait orosz olajjal látják el. A egykori NSK rész, ami jóval nagyobb és jóval népesebb, annak eddig se kellett az orosz olaj, azt ott nem használták. Most úgy néz ki, hogy kiszámolták, hogy bő fél év múlvától kezdve a keleti részt is el tudják látni más forrásból érkező olajtermékekkel. Gáz esetében pedig hát nyilván azért kérhetik magukat ennyire, mert ott nem csak a nem csak a lakosság ellátásáról, fűtésről, főzésről van szó, hanem a iparról is, és az áramtermelésről is és ezért a német ipar az nem olyan dolog, amivel hajlandó játszani bármelyik német kormány, akár a befolyása miatt, akár a német gazdasági teljesítmény fenntarthatósága miatt. Ez egy nagyon érdekes helyzet ott, a hárompárti koalíció kormányozója most Németországot, amiből a szociáldemokraták nem csak hogy hagyományosan orosz barátok, de a szakszervezetekkel való szoros kapcsolataik miatt az ipari érdekeket is figyelembe veszik, nagyon komolyan, míg a legkisebb koalíciós partner, a szabaddemokraták, pedig font fordítva ők a ipari tulajdonosok érdekeit képviselik, és itt a kettő összeér, kormányzat tetején, tehát egyik oldal sem akarna ezzel a e, szférával kekeckedni, nem is beszélve persze általános stratégiai érdekeit nézve a Németországnak. A Zöld párt az egyetlen, amelyik egyébként az elmúlt tíz éven következetesen azt mondta, hogy az orosz energiára nem szabad ilyen szinten építeni, és diverzifikálni kell, és inkább költeni kell rá. Megújulókra kell még többet költeni. Ehhez képest most ugye övék a gazdasági és a külügyminiszteri poszt, és valahogyan védenük kell a közös kormányzati álláspontot, ami pedig minden esetben a szankciók lassításáról szól. De végső soron van egy nagyon fontos körülmény. Németország biztonságát jelenleg az Amerikai Egyesült Államok garantálja. Ha akarják, ha nem, hiszen több tízezer nem tudom, András biztos jobban tudja, hogy 40 vagy 60 ezer, valahol a kettő között ö, létszámú amerikai katona jelenleg is Németországban tartózkodik, atomfegyverekkel felszerelve. Úgyhogy lehet-e hallani olyan amerikai véleményeket? Ezeket leginkább ilyen nyugalmazott külügyi, külügyminisztériumi egykori emberek mondják, hogy Oké, okay, Németország ellenáll, húzza az időt, amíg lehet, de hogyha muszáj lesz, akkor készek áldozatot vállalni, mert ezt követeli meg az a biztonsági garancia, amire viszont nem kell költeniük. Igen, csak kicsit visszautalnék a felvázolt NATO-orosz konfliktusra, hogy az ugye megint csak egy jelentős változást hozna ebben. Tehát ha, és ez talán még befolyásolhatja az orosz számításokat, tehát hogyha kilövik a rakétát Lengyelországra, és ez egy nyílt NATO-orosz konfliktus alakul, akkor onnantól viszont nem nagyon lehet kérdés, hogy el, elzárjuk a gázcsapot. Vagy legalábbis az valószínűtlennek tűnik, hogy az ellenségünktől vásároljuk direktbe a gázt. Igen, igen, bár tegyük hozzá, hogy ennek a háborúnak az egyik legbizarrabb körülménye az, hogy jelenleg is megy orosz olaj és gáz is Ukrajnán keresztül, amit az ukránok nem bántanak, sőt, pénzt kapnak érte a tranzitért Oroszországtól. Beszéljünk akkor egy kicsit a magyar álláspontról, mert ugye ez, amint mondtam, egyrészt egy ilyen nyugati kontextusban is a sajtóban, meg közbeszédben is egyre többször előkerül, hogy a németek mellett a magyarok a, a nagy gátjai annak, hogy itt közös fellépés lehessen. És ugye most a napokban is Szijártó Péter is beszélt arról, hogy hogy a magyar álláspont az nagyon egyértelmű, nem támogatnak semmi olyat, ami, ami a magyar, magyar gazdasági érdekek ellen megy, meg a magyar energiabiztonságot korlátozza. És ugye az hangzott el nagyon sokszor, azt meg Hernádi Zsolt mondta, hogy, hogy hát az a helyzet, hogy a magyar olajipari társaságnak a finomítói, azok orosz olajjal működnek, és ő azt mondta a MOL közgyűlésén, hogy alsó hangon két évbe és több millió dollár befektetésbe telne átállítani a, a MOL két nagy finomítóját, ami az egyik Magyarországon van, a másik Szlovákiában arra, hogy ne orosz olajból tudjon üzemanyagot előállítani, úgyhogy egyszerűen nem lehet egyik pillanatról a másikra leállni az orosz olajról, ez van. Ez, ez mennyire befolyásolja a magyar helyzetet, vagy mennyire lehet a magyarokat is, vagy a magyar kormányt is úgy, mint a németet így befolyásolni meg tolni arra felé, hogy azért engedjen ebből a, ebből a nagyon határozott álláspontjából. Azt gondolom, és ez most egy feltételezés és nem egy. Konkrét tudás, hogy a magyar kormány egyedül nem fog szankciót vétozni. De mindent megtesz azért, hogy amíg tartható az energiai szankciók kitolása, kivételek, kedvezmények, derogációk, időnyerés megszerzése, addig ezért nagyon hangosan küzdeni fog. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben a magyar álláspont erősen kötve van a némethez, és valamennyire kötve van az osztrákhoz is, ami szintén kötve van a némethez. Amíg a németek kitartanak a szankciók visszafogásában, addig ezt teljes mellszélességgel képviselni fogja a magyar kormány is, sőt, hangosabban fogja képviselni, mint maga a német. De valójában a német kormány mögé bújva adjuk elő ezt a hisztérikus integetést. És egyébként ebben nem, nincs teljesen egyedül a magyar kormány, tehát vannak kormányok, akik sokkal kevésbé hangosan, de végül is ugyanezt csinálják az EU-ban. Nagyon jó példa erre Olaszország, ami a második legnagyobb gázvásárló Oroszországtól az EU-ban Németország után. Az olasz kormány az ö, nagyon keményen azt mondja, hogy hát, ha az Európai Bizottság megtiltja a rubelben fizetést, akkor mi biztosan nem fogunk rubelben fizetni. Hát még jó. Ha meg van tiltva, akkor eu országként nem lehet, és ez úgy hangzik, mint egy szigorú üzenet. Valójában ezt az olasz kormány azután mondta ki, hogy az Európai Bizottság kiadott egy tájékoztatót az energiakereskedő cégekre, amiben azt írta, hogy hát szerintük Sértheti a szankciós politikát az a rubelben fizetési követelmény, amit az oroszok előírtak, de ez nem biztos, és ez további jogi vizsgálatot igényel, úgyhogy ez a vélemény nem számít jogilag releváns euh, papírnak, dokumentumnak, hanem, hanem ez egy iránymutatás csak inkább. Na most, hogyha az a hivatalos iránymutatás, hogy nem tudjuk, vagy az, hogy le, akár az is lehet, hogy lehet, és erre azt mondja a kormány, hogyha kategorikusan eltiltanak tőle, akkor majd mi is lépünk, ha, 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 ha a dolgok tartalmi értelmét, a végső pontját nézed, akkor ez pont ugyanaz, amit a magyar kormány mond, csak egy teljesen másik kommunikációs, retorikai helyzetből fogalmazza meg, de lényegében ugyanazt. Erre szokta azt mondani, hogy Jártó Péter ezt nagyon szereti mondani, ami orosz viszonyt illeti, már a háború előtt is ez volt az egyik mondta, hogy mi legalább őszinték vagyunk. Ami részben igaz, másrészt meg ö, ö, azt is jelenti, hogy mi PR szinten is készek vagyunk a oroszok szája szerint működni, és nem csak a gazdasági előnyőszerzés érdekében. Ezért is olvashatod a nyugati sajtóban ennyire hangsúlyosan a magyar blokkolás szerepét. Már más ország is gondolkodik, törekszik erre az irányra, de a magyar kormány még veri is erre a mellét. De a németek azok mindig azt mondják, hogy ú, de jó lenne leszakadni az orosz energiáról. Nagyon sokat gondolkodunk rajta. Nagyon sok bizottság, már, 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 egy csomó szakértő ezen dolgozik, már, már mindenki elutazott a közel-keletre is tárgyalni. A magyar kormány meg ezt úgy mondja, hogy kapjál, ha tudsz, háromfejű struc, nekünk ez van, ezt csináljuk, és Örülünk neki. Vagy nem az, hogy örülünk neki, de, 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 de el vagyunk ezzel. Tehát semmilyen olyan lépés nem látszik kívülről, vagy nem mutat kifelé a magyar kormány, hogy dolgozna a diversifikáción. Nyilván most a legnehezebb dolgozni azok jártak legjobban, akik erre előre készültek. Lengyel kormány tipikusan ilyen, amely képes volt elképesztő sok pénzt költeni arra az elmúlt években, hogy az orosz energiafüggőségét oldja és mit tesz Isten, úgy néz ki, 2023-ra ezt el is fogja tudni érni. Köszönhetően évekkel ezelőtt elkezdett beruházásoknak. De ugye a lengyel kormány most, vagy Lengyelország, hogy mondjam, rá is kényszerül arra, hogy, hogy, hogy ezt így kihasználja, mert ugye a, a, Gazprom bejelentette, hogy, hogy Bulgáriának, meg Lengyelországnak nem fogta többet gázt, és egy részint ezért is hívták össze Brüsszelbe a, a, tagállamok energiáért felelős minisztereit. Ez mennyire, mennyire jelentős ez, ez, a lépés a, a Gazprom felől, meg, meg ez mire készteti a, az EU-t? Nagyon érdekes, nagyon érdekes társasjáték folyik, vagy, vagy betelkedés, vitatkozás folyik, Oroszország és az EU tagállamok között ebben az ügyben, amiben nagyon nehéz tisztán látni, mert senki se pontosan arról beszél, ami történik. Ugye Oroszország bevezette ezt az új rendeletet, ami április 1 hatályos, és úgy tudjuk, bár ebben nem lehetünk biztosak, hogy azóta két vevőnek volt fizetési kötelezettsége, a lengyel és a bolgár állami energiakereskedőnek, és egyik se fizetett a szerint, a módszer szerint, amit az oroszok előírtak, hanem úgy fizettek volna, mint korábban, mert az oroszok azt mondták, hogy köszönjük, nem kérjük, és akkor leállítjuk ezeket a szerződéseket, nincs több gáz. Ez ugye csak, hogy ez mi, mi ez a módszer, ezt elmondod így nagyon, nagyon röviden, hogy itt mind min megy a vita, vagy mi a gondolkodás? Igen. Tehát a módszer, amit a Putyin féle rendelet előír a következő, a gázvásárlója kettő darab számlát nyit a Gazprombanknál. Egy úgynevezett K számlát, amire lerakja a gáz ellenértékét, euróban vagy dollárban, pont ugyanúgy, mint eddig. Viszont rögtön ad egy megfelhatalmazást a Gazprombanknak, hogy ezt az összeget, és itt jön a legnehezebb része az egésznek, valahogy váltsa át rubellé. Ez az a pont, ahol ahol az esetleges szankciós sértés felmerül abban az esetben, ha a Gazprom bank ezt az orosz jegybanknál váltaná át. De én már olvastam olyan elméleteket, hogy ezt ki lehet kerülni. lehetnek látszó más átváltási metódusokkal. Lényeg az, hogy ezt az Oroszországban átváltódik a pénz valahogy rubellé, és azt át kell tenni egy másik számlára, ami szintén a vevő nevén van, és onnan lehet elutalni a Gazpromnak, aminek feltétlenül egy harmadik Gazprom banknál lévő számlán van a saját számlája. Ez egy hozott is ajándékot, meg nem is tipikus átverős játék. Ugye a Putyin azt mondja, hogy ez maga a rubel fizetés, egy csomó európai cég, amelyik szeretne továbbra is gázt vásárolni. Azt, és a magyar kormánynak is ez az álláspontja, hogy ez még nem rubel fizetés, hiszen mi devizá, nyugati devizába raktuk le a pénzt. Az, hogy ott Oroszországon belül hogyan váltogatják, az nekünk semmi közünk. Itt ugye megint az a kérdés, hogy akkor éppen kinek a nevén van a számla, és akkor éppen kié még az a pénz. Ráadásul az egésznek olyan nagyon sok gyakorlati értelme nincs. A Gazprom eddig is arra volt kötelezve, hogy a bevételei 80%-át váltsa át rubelé. Ami ugye nyilván azért fontos, hogy ne omoljon össze a rúbál a szankciók. Igen. Hatására vagy. Igen, igen. Ráadásul a az is van, hogy az orosz kormány adhat kivételt az eljárássalól. Hogy kinek és mi alapján az nincs benne. Tehát az egész egy ilyen, egy, 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 egy ilyen fújódó lufi, ami arra jó, hogy mind a két oldal, Képessé válik arra, hogy ijeszgesse a másikat, azt mondja, hogy alá megyek, nem megyek alá, rákényszerítettem, hogy ő alá jöjjön. Igazából értelmezhetetlen a történet abból a szempontból, hogy az Európai Bizottság a mai napig nem tudta eldönteni, hogy például ez szankciót sérte vagy nem. Olyanra vaszul, illetve olyan definiálatlanul van kitalálva a rendszer. Én úgy tudom, hogy egyébként a bolgár esetben nem is az történt, hogy a bolgárok kategórikusan megtagadták a fizetést. Ha megkérdezték az oroszokat, hogy akkor pontosan hogy is van ez az átváltás, mielőtt utálnák a pénzt, amire az oroszok nem válaszoltak ám, azt mondták, hogy jó, oké, akkor elzárjuk a gázt. Ugye közben ez egyrészt egy retteltes fenyegetésnek néz ki, mi lesz, ha mindenkinek elvágják a gázt majd, mert senki sem fizet így, vagy mi lesz, hogyha az egyik európai vevő fizet, a másik nem, és ezzel jól összevesznek az európai tagállamok, az egyik azt mondja, hogy én szívok, Nekem nincs gázam, vagy csak sokkal drágában máshonnan. Míg te vidáman bizniszelsz. nagyon jó alkalom ez arra, hogy kiátssz egymással szemben az EU-s tagállamokat. Miközben meg az oroszok olyan nagyon nagyon eddig nem kockáztattak. A lengyelekkel és a bolgárokkal kötött hosszú távú szerződésük is pont idén évvégén járna le. Jelenlegi helyzetben alig ha tudtak volna új hosszú távú szerződést kötni ezekkel. Főleg, hogy a lengyelek 23-ra, sőt, már ide, állításuk szerint már idén októberre teljesen önállátóak tudnak lenni más forrásokból. Körülbelül a teljes Európába küldött gázmennyiségnek összesen nem egészen 6%-áról beszélünk, tehát még üzletileg sem egy akkora ö, játék. És ami tényleg hajmeresztő és tök bonyolult, elzárták a gázt, de egyébként május másodika óta megy. Az, 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 az most nem világos még, hogy az, tehát azokon a vezetékeken visszaállt az eredeti mennyiség. Annak ki a végső vevője, hogy az tranzitként tovább megy majd más országokba, mert valaki hirtelen többet vásárolt. Vagy belépett egy olyan vásárló az egész rendszerbe, aki közben fizetett titokban a rubelséma sém azt szerint. Hát ezt most még nem látják hivatalosan sehol a világon. De akkor ennek az egésznek is az az értelme, hogy mint nagyon sok orosz ilyen politikai húzásnak, hogy így megkavarja a dolgokat, és ne lehessen tudni, hogy akkor most ki kivel van? Vagy... Egyértelműen. Mm. Egyértelműen egy ilyen játéknak tűnik, és valószínűleg ezért szeretné a bizottság azt, hogy akkor mindenki mondja ki Európába, hogy nem megyünk alá a fizetési sémának, mert arra számítanak, hogy úgyse az lesz a vége, hogy nem lesz gáz. Miközben azt tegyük hozzá, hogy abban viszont teljesen igazán az ukránoknak, hogy amíg ennyit fizet az Európai Unió az oroszoknak, addig nehéz azt mondani, hogy itt igazából a háborúnak az ukrán oldalán állnak egyértelműen. Csak egy kérdés, hogy Mennyiben blöff ez az oroszoktól? Tehát azért, hogyha az EU tényleg a bizottság álláspontja szerint egységesen azt mondaná, hogy na nem, mi még játékból se fizetünk Rubelban, megteheti-e egyáltalán Oroszország, hogy szankcionálja az EU-t? El, Elvi szinten megteheti, és ezzel már volt is, hogy fenyegetőztek. Valójában szerintem nem tenné meg, és akkor vennék elő a. Elnöki rendeletben szereplő kivételről szóló paragrafust, és bizonyos vevők szemben a legfontosabb, legnagyobb vevők megkapnák szerintem a kivételt, és ezzel fenntartanák egyébként az eu belüli egymásnak feszülést. Még egy, egy utolsó kérdés, hogy Magyarország most hogy áll ezzel az egészen? Ott is voltak kavarások, hogy akkor most, amiről már egy beszéltünk is, hogy akkor most Magyarország így fizet, vagy úgy fizet? Ezzel most, most mi, mit, mit lehet tudni, hogy ezzel mi van, illetve ez a, az ilyen magyar-EU-s kapcsolatok szempontjából most hol tart? Ja. Állítólag május 22-én lesz legközelebb fizetési kötelezettsége az MVM-nek a Gazprom felé. Ad, aznap fog kiderülni, hogy, ha egyáltalán kiderül, <gül> <gül> hogy hogyan fizet a magyar fél. Eddig a kormányból az orosz-magyar gázkereskedelmet felügyelő miniszter, Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarország kész az orosz rendeletnek megfelelően fizetni. Ugyanakkor a héten volt egy rendkívüli miniszteri csúcs energetik, EU-s energetikai miniszterek csústálkozója Brüsszelben, ahol pont ezt a Rubel fizetési problémát vették át. Magyarországot Steiner Attila, ITMS államtitkár képviselte, aki ugyan sem az MVM felügyeletében nincs különösebb szava, mert az Máger Andrea tárca nélküli miniszterhez tartozik, sem az orosz magyar gázüzlethez, mert az a Sierz-hoz tartozik, de mégiscsak papíron energetikával foglalkozó államtitkár. Ő volt jelen, és ő viszont a Tanácsülés utáni tájékoztató szerint nem mondta azt, hogy Magyarország kész így fizetni. Azt sem mondta, hogy nem így fog fizetni, persze, de megkérdezték ott a Tanácskozás után a bizottság és a tanács vezető tisztviselőit, akik részt vettek a tanácskozáson, és azt mondták ők, hogy ők úgy érzik, hogy abban egység van az EU-ban, hogy nem akar senki így fizetni. És akkor több újságíró is visszakérdezett rá, de tényleg senki nem mondta, hogy így fog fizetni? Tényleg senki nem mondta. Itt szerintem a magyar kormány ugyanazt csinálja, mint, mint minden ilyen szankciós ügyben, megvárja, hogy a végén a nagy német cégek és a német kormány mit fog mondani, és ennek megfelelően fog eljárni, és egészen addig fenntartja a oroszoknak megfelelő, vagy inkább megfelelő kommunikációt. Hát András és Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy megpróbáltatok minket meg engem képbe hozni azzal, hogy hol tart most ez a háború, meg a körülötte lévő Folyamatok. Most ugye beálltatlan, hogy meddig fog még ez az egész tartani, úgyhogy még nyilván rengeteg fejlemény lesz ezzel kapcsolatban. A 444-en még továbbra is van a percre-percre ukrán közvetítés, meg nektek is és Gazdalbet kollégáknak is, és más kollégáinknak is vannak hosszabb kifejtős, elemzős cikkei ezekben a témákban, úgyhogy úgy, ezt javasoljuk a hallgatóknak, hogy, hogy olvassátok el, Nézzétek a videóinkat, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.